A fehérmezes vendégeket az ősszel idegenben 2-0-ra sikerült legyőzni, s mivel a mieink az első, a pocsolyak a 12. helyről kezdhették a találkozót, joggal várt mindenki magabiztos ladányi győzelmet. Ehhez képest a 12. percben egy hatalmas vendéglehetőség nyitotta meg a gólhelyzetek sorát, Katona kifutva lábbal hárított bravúrral. Előzetesen bizonyára nem sokan gondolták, hogy a mieink első gólveszélyes támadására a 15. percig kell várni. Ferenci lövését védte a kapus. Továbbra is elég álmosan játszottak a fiúk, s ez a 20. percben meg is bosszulta magát. Egy csúsztatott fejes után vezetéshez jutott a pocsaj. Ébresztőnek minden esetre jó volt a bekapott gól, mivel 2 perccel később egy óriási védelmi hibát kihasználva Pálmai révén hamar sikerült egalizálni. Még tartott a gólöröm, s kis hiány megint a hálónkba került a labda. A vendégek egy helyzetből 2 gólt is lőhettek volna, itt bizony a szerencse is velünk volt. A 28. percben Horváth Imre játszotta magát tisztára, ballábas lövése épp hogy elkerülte a bal alsót. 3 perccel később Szabó Peti távoli lövése okozott nem kis gondot vendég oldalon, de végül megoldották. A 41. percben aztán már nem volt ellenszerük. Magyarósi Zoli jól eltalált 25 méteres lövése a jobb alsó sarokba vágódott. 2-1 ide. Így egy fordulatokban és gólhelyzetekben gazdag 45 perc után vonulhattak a csapatok a szünetre. Fordulás után 20 percig szinte semmi nem történt, az első kapura lövést a 65. percben jegyezhettük fel. Helyzet nélkül telt az idő, s már csak 10 perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor a vendégek, ahogy mondani szokták, a semmiből kiegyenlítettek. 2-2. A váratlan pofon még épp jókor jött, hiszen 3 perccel rá egy szögletet követően az előre húzódott 100 fejese nyomán a hálóban kötött ki a labda. Újra itt volt tehát az előny. A fehérek azonban nem adták föl, ez a szabadrugás épp hogy mellé ment. Sőt, a hosszabbítás perceiben egy teljesen ártalmatlan szituációban a játékvezetőt jól megvezetve büntetőhöz jutottak, így esélyt kaptak az egyenlítésre. Ám nem tudtak élni vele, kapufát lőttek, így már nem változott a végeredmény. Ha nehezen is, de 3-2-re nyert a PLE, amivel továbbra is vezeti a megye 2 tabelláját. Meglehetősen zaklatott mérkőzésen vagyunk túl, hiszen hol nálunk volt az előny, hol az ellenfélnél, végül is jól jöttünk ki belőle, de nem volt egyszerű. Igen, annyira nem volt egyszerű, hogy itt a végén ugye 11-est hibáztak a 93. percbe. Én nem nagyon szoktam foglalkozni a játékvezetői ténykedéssel. Nyilván a hazai pálya előnye sincs leírva sehova, de én azt mondom erre, hogy amit itt ma a sportás úgy finoman szólva is a ténykedését azért nem akarom minősíteni, de tényleg minden olyan testesteleni párharcot az ellenfélnek fújt, illetve itt a 93. percben, amilyen 11-es megadott, hát azt egyszerűen el sem tudom hinni. Túl vagyunk rajta, behúztuk 3-2-re, és csak ez számít, semmi más. Tudtuk, hogy a Pocsaj egy jó csapat, attól függetlenül, hogy az eredményei nem ezt mutatják, van köztük 6 olyan futballista, aki itt megye 2 szinten kiemelkedő játékos, nyilván nincsenek edzésbe, de ezen a jó pályán azt a futballt, amit ők elterveztek, meg is tudták valósítani. Nyögvenyelős volt a vége, de az újságban annyi lesz, hogy 3-2 Püspökladánynak. És ezt tegyük azért hozzá, hogy ott 1-0-ás vezetésüknél 2 hatalmas zicsert kihagytak. Hogyha ott a kettőből az egyiket berúgják, akkor igen, csak még nehezebb. Teljesen igazad van. Az az igazság, hogy ez a csapat még mindig fiatal ahhoz, hogy egy-egy mérkőzésre úgy föl tudjon pörögni, hogy amiket elmondok nekik mérkőzés előtt az öltözőbe, azokat már az első perctől kezdve valósítsuk meg. Tudtuk tényleg, hogy ránk fognak jönni. Hallottuk, nyilván van ismerettség arrafelé, tehát ők ide futballozni jöttek. Sajnos hamar góltuktak, és tényleg utána volt 2 olyan helyzetük, hogyha berúgját és egy szót nem szólhatunk. Még azt is megkockáztatom, hogy a helyzetek alapján egy döntetlen szagú mérkőzés volt. Én azt mondom, jó csapatnak van szerencséje, amit az első meccsen a Dasa ellen elvett a sors, azt ma visszaadta. A tavaszi szezonnak túl vagyunk a felén. A bajnokság mellett a Magyar Kupában is szerepeltünk, és egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz mérkőzésen végülis 11-esekkel kiestünk. Ez mennyire határozza meg most a csapatnak a teljesítményét? Én azt mondom, hogy ez a Bárándi Kupa meccs ez egy nagyon jó erőfelmérő volt a utolsó előtti fordulóban megrendezendő találkozóra. Én azt mondom, hogy egy picit sem játszottunk alárendelt szerepet, sőt, végig rányújtottuk a mérkőzést, és 2-1-es vezetésünknél rúgtunk egy kapufát, kihagytunk 3 zicsert, aztán, mint ahogy most is látható volt, ott is kaptunk egy hasonló szintű 11-est, azt berúgták, és
és sajnos a 11-es párbajba nem sikerült tovább jutnunk, kihagytuk az első két büntetőt, de hát az a futball ilyen, ha visszaemlékszünk a 94-es világbajnokságra, a Baresi, a Baggio is kihagyogatták, illetve nem is kell messzire menni múlt hét szerdán, azt hiszem a Bayern München egyet se rúgott be, úgyhogy ez előfordul, mi ezt nem értük meg vereségként, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nyilván tanultunk belőle, nem lesz egyszerű Bárándon, de van a tarsonyunkban olyan dolog, amivel meglepetést tudunk majd okozni nekik. Nyilván ők bejutottak most a legjobb négy közé, sok sikert kívánunk nekik, és hogyha már rajtunk vannak túl, akkor nyerjék meg a magyar kupát. Igen, mindenki azt mondja, hogy itt az utolsó előtti fordulóban fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, amikor is Bárándon kell játszanunk. Ebből a kupa mérkőzésből van olyan tapasztalat, amit esetleg majd tudtok felhasználni az ellenfél ellen? Nyilván azért más szemmel néztem én ezt a mérkőzést. Én már többször láttam a Bárándot, és nem azt játszották ellenünk a kupában, amit szoktak. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy azért ott egy olyan személyiség van abban a csapatban, aki szövetségi ellenőrként dolgozik a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. Egy elismert ember, mint játékosként a múltjából, illetve a mostani szerepét betöltve, tehát nekünk ezzel is meg kell majd ott küzdeni, ugyanis teljesen hatással van a mérkőzésre, nagyjából az történik a pályán, amit ő akar, illetve ő mond, irányítja a játékvezetőket. Biztos, hogy nagyon sok néző lesz, én közel 1000 főre gondolok ott, ott fog eldőlni a bajnoki cím, én akkor is azt mondom, hogy nem vagyunk esélytelenek, meglátjuk, hogy mi lesz, abból sincs nagy baj, hogyha esetleg kikapunk és nem nyerjük meg a bajnokságot, egy a célunk, hogy valahogy följussunk a megye egybe, ehhez pedig a Dase, illetve a Kaba előtt kell végeznünk.